Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy ilyen könyvfesztivál vlog per bookhaul lesz. Most fogok kiindulni a könyvfesztiválra, ami ma kezdődött el. Mi van ma? Szeptember 28 csütörtök. A mai lesz az egyetlen nap, amikor ki tudok menni, úgyhogy most fogok bevásárolni mindent is, és akkor ez egy ilyen mini vlog per bookhaul lesz az idei könyvfesztiválról. Úgyhogy tartsatok velem! Hát nagyon gyorsan megjártam ezt az idei könyvfesztivált, és elég céltudatosan mentem kifejezetten azokra a könyvekre, amiket tudtam, hogy most meg szeretnék venni. Elnézést! A teám! Úgyhogy 5 könyv volt betervezve nekem, így, hogy meg akarom venni, aztán ebből végül 4 lett. Megnéztem az ilyen zsákba macskás, szépséghibás könyveket, és most nem volt semmi olyan, mint könyvhéten, ami nagyon megragadott volna. Úgyhogy tényleg csak nagyon gyorsan körbejártam, aztán jöttem el. Az a helyzet, hogy idén nem fogok menni több napon ki a könyvfesztiválra, mert hogy egyéb programjaim vannak, amik most így prioritást élveznek, úgyhogy ez most egy ilyen, meg nem akarok rohangálni egész hétvégén, így is nem lesz kilométer hiányom. Úgyhogy most itt tényleg csak nagyon gyorsan kimentem, megvettem, amiket akartam. Igazából most dedikálás se nagyon volt olyan, ami engem nagyon érintene. Bár ugye ilyenkor jön egy csomó külföldi szerző, de senki olyan, akitől olvastam volna, vagy lenne könyvem, úgyhogy így tártalan. Úgyhogy nézzük, mi volt ez a 4 könyv, amit én beszerettem volna szerezni a könyvfesztiválon. Az egyik T.J. Clune új könyve, A bábuk élete. Igazából fogalmam sincs, miről szól ez a könyv, viszont T.J. Clune, és nagyon szerettem T.J. Clune eddigi kiadott, magyarul kiadott könyveit, amiket olvastam, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Azt hiszem, ez valami science fiction-szerűséges. Valami robotos. Ennyit tudok róla. És nagyon szép a borítója, bár ez most az eddigi T.J. Clune borítók olyanok voltak, hogy hasonlítottak az eredetire, ez most egy jóval másabb fajta kivitelezés. Nem tudom, mikor fogom olvasni, de megvan, és ez a lényeg. Úristen, kaptam ám hozzá könyvjelző rengeteget. Várjunk, ebbe is van egy csomó ilyen. Azt lehet apának elküldöm. A következő, ez kicsit félig meddig impulzus vásárlás volt, ez Elie Hazelwoodtól A szerelem elmélete. És azért mondom, hogy impulzus vásárlás, mert annyira nem terveztem Elie Hazelwoodot venni. Viszont, de szép a izéje. Mert én ugye a Love Hypothesis-t olvastam, és jó volt, de volt egy-két dolog, ami nem tetszett benne. A második könyvét, a rózsaszínűt, azt nem is olvastam, az annyira nem is érdekelt. És tudjátok, hogy ez a könyv engem miért érdekelt? Mert ennek az angol kiadásában, a Barnes & Noble-nél egy ilyen special editionben van benne, így a végébe szerintem az a magyarban nincs benne, de mindegy. Van egy ilyen rész, ahol a könyv jeleneteihez a szerző Taylor Swift dalokat párosít, hogy melyik jelenet alá melyik illik, és így ezzel nekem ez a könyv el lett adva, főleg, hogy tudom, hogy Andinak is ez jobban tetszett, mint a másik könyv, a rózsaszín, a Lavender Brain, úgyhogy nem tudom, most így úgy döntöttem ez, és amúgy is ez olyan kis könnyed romantikus, majd valahogy túlélem a szexi jelenetet,
vagy ha látom jönni, akkor így átlapozom. Lehet az lesz a jó taktika, hogy átlapozom, és akkor olyan, mintha nem történne meg. De hogy egy ilyen, hogyha hasonló, mint a lábhajpotézis, akkor hipotézis, akkor nekem teljesen jó lesz, úgyhogy úgy voltam vele, hogy egy-e fene megveszem a lábhajpó, nekem úgy sincs meg fizikaiban. Szóval igazából terveztem megvenni, mire kiértem, de nem terveztem eredetileg. Következő az óraharc Natalia Serbától, ez ugye az óramágusok utolsó része, hatodik és egyben utolsó része, ez is most jelent meg végre. Úgyhogy most már tényleg olvasnom kell a 4-5-6-ot az óramágusokból, mert ugye én az első 3-at olvastam, és azóta nem folytattam, de most is itt van nálam a polcon egyébként a negyedik rész, úgyhogy most már teljes a kollekció, nincs kifogásom arra, miért nem olvasom. És ezen kívül még megvettem a negyedik részét a Paper Girls képregényeknek, ami hát még valamikor évelején jött ki, de most úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyok könyvfeszten, akkor megveszem. Úgyhogy ez is tervben volt, és most már ez is megvan. Ennek még két része van, elvileg az ötödik még jön idén. Ezen kívül a Lorelum Post akartam még megvenni a harmadik rész, de azzal lehet még várok egy kicsit, és átgondolom, hogy szeretném-e. De a Paper Girls az beláthatóbb, hogy be lesz fejezve, mint a Lorelum Post, úgyhogy így ez volt ez a 4. Nézelődtem, de most így annyira nem éreztem az annyira ezt az impulzus vásárlást, mint mondjuk a könyvhéten. A könyvből képzőnél akartam még, hogy esetleg az Ambrózi Báró eseteinek a második részét megvenni, mert anyukám már mondta, hogy kéne folytatni, és most már megvan az első rész is. Úgyhogy így oda mentem, de nem láttam egyáltalán Ambrózi kötetet, úgyhogy majd azt más úton kell beszerezni, nem a könyvfesztem. Úgyhogy ez tényleg csak egy ilyen nagyon mini vlog lett ezzel, vagy ilyen mini könyvfest élmény. Hát ez most így alakult. Van ilyen is. Majd a jövő évi könyvhét, meg könyvfest, hát ha akkor az hosszabb lesz. Idén a könyvhetet azt amúgy is jól megtaltam, úgyhogy most belefér egy kicsit lazább könyvfesztiválozás. Aztán hát ha jövőre már olyanok lesznek mondjuk a külföldi vendégek is, akiket jobban ismerek, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez lett volna a könyvfesztivál vlogom, vagy könyvfesztivál bookhaulom. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És meséljétek el, hogy nektek mik voltak idén a könyvfesztiválos beszerzéseitek.